Louis élete. Ssss! Itt a vadász szezon. Szarvas csak csendben lehet fogni. Emlékszem, amikor először mentem el vadászni apával. Az egészben az ebéd volt a legjobb, amit anya csomagolt, útközben megettük. Sose értettem, miért kell ártani egy szarvasnak. Nem tűnik túl veszélyes állatnak. Gyorsan! Egy halom vadszarvas van a nyomunkban! Hatalmas patájuk van! Halálra tapostak minket! Sajnálom őket, amikor megmerevednek a reflektorfényben. Mindig azon tűnődtem, hogy a szarvas ilyenkor mit gondol. Az olyan egy kocsi, vagy végre szerencsém van, és két motoros tart felém? Mindegy, ezzel kell szarvast fogni, sütivel. Ez hatékony cserétek, és ha nem sikerül elkapni, hát van mit enni, ami mindig jó. Azt hiszem, látok egyet. Mosolyog? A szarvasok nyomában. Apa, engem is. Ugye milyen aranyosa? Wisconsinban 5 évszak volt. Tavasz, nyár, tél, ősz és a szarvas szezon. Vissza! Az az enyém! Ott van! Kapjuk el! A mi házunkban az 5 évszak közül a vadász szezon volt a legnyugalmasabb. Ez egy igazán szép polip, Tomi. Mama, ez egy bujik! Ezt nézd meg, mama! Rajzórán csináltam. Lássuk csak! Ó, milyen aranyos a család! Louis, hol van az apád? Vadászni ment. Amint megkezdődik a vadász szezon, sosincs itthon. Figyelj, rajzold rá az apádat is. Jól van. Elfelejtettem, hogy néz ki. Ő a drótkeretes szemüveges. Nem, az Beaver apja, Mr. Cleaver. Magas, bozontos szemöldökű, mindig tanácsokat ad? Az Fred McMurray, az én 3 fiam apját rajzold. Istenem! Még hogy szarvas szezon! Rej! Szarvastalannak kéne nevezni! Csak egy egész kis szarvast! Hát olyan sokat kérek! Beérném egy játékszarvassal is, egy kitömöttel! Ó, szia, édesem! Megadnék egy sört! Már megint mi a baj? Szeretném, ha figyelmesen megnéznéd a képet, amit a fiad rajzolt! Igen, nagyon szép! Mi ez, egy polip? A másikat, Louis-ét! Ő a családot rajzolta le. Igen, látom. Aha. Hát a kölyök nem egy Picasso, az biztos. Szerinted nem hiányzik innen valami? Hát a tehetség. Nem, te! Te hiányzol a rajzról. Elfelejt a saját ivadékom. Na. Egy fiúnak szüksége van arra, hogy az apjával legyen. Na. Szerintem elvihetnéd magaddal Louis-t vadászni? Mi? A gyereket nem vihetek vadászni, bal szerencsét hoz. Másnap reggel új vekkel ébresztett, de ezzel nem volt kapcsológomb. Öltöz, Picasso, velem jössz! Ez izgalmas volt apával vadászni. Hé, apa, kapok puske! Nem, gyerekek nem lövöldözhetnek! Tarthatom a golyókat? Gyerekek nem nyúlhatnak a golyókhoz! De hát akkor mit csinálhatok? Hangosabban, Louis! Miért kell nekem a szarvast hívnom? Hagyomány. Hagyomány? Most vezettük be, érted? És most halljuk a szarvast! Gyere ide, Louis! Megtanítok valamit! A vadászat trükkje az, hogy a szarvas fejével kell gondolkodnod. Ismerd az ellenfeled, Louis. Ő gyűlöl téged, ezért neked is gyűlölnöd kell őt. Ó, igen, apa. A szarvas gonosz fajta. Láttam a Bambit. Mi is oda rémisztő vérszomjas szörnyeteg. Jellegzete szarvas propaganda. Lehetséges, hogy már elfelejtetted a Feldman vadásztársaságot, ne? Te ott voltál a Feldman vadásztársaságban? Hát, mi történt? Gyerünk, srácok, elmondok egy kis történetet. Hé, Louis, ébredj! Mi van? Erre van a szarvas, srácok. Biztos vagy benne, Anderson? Hogy biztos? A medve vajon az erdőben él? A nap keletenként? Két rosszból lehet jó? Nem. Akarjátok hallani, vagy nem? Szóval... Eltévedtünk szarvasföld mélyén, fegyver vagy lőszer nélkül. Amikor... BUM!
Feldman fegyvere egyszer csak felrobbant. A tábor teli füsttel. Mi nyolcan gyorsan elrejtőztük az erdőben. Remek célfontot nyújtva a narancsszínű Jackie-ben. Hűha! Mit csináltatok? Mit tehettünk volna? Összekapaszkodtunk egy fenyőfa alatt. Vártunk. Az első szarvas körülbelül 10 perc múlva jött. Egyenesen a barátom Martin lábára lépett, és összetörte a szerencsétlenek a síp csontját. Az erdőben hamarosan hemzsegtek a szarvasok. Bekerítettek minket. Villogtak az agancsok, dobogtak a paták. Próbáltuk megvédeni magunkat, kiabáltunk, ordítoztunk. Segítséget kérnék, ha-ha. Megesik, hogy a szarvas elmegy. Eszik. De megesik, hogy a szarvas nem megy el. Akkor oda megy az emberhez, egyenesen a szemébe néz, és átadja neki az agancsot. Köszönöm. Szóval 8 ember ment be aznap az erdőbe. Hatan sántítva jöttek ki, megtaposták őket, ha? Nekem senki sem magyarázom Bambiról, az csak kamu a nagy szemével meg a puha irhájával. Valójában hidegvérű gyilkosok! Agyon tapossák az embert, és közben nevetnek rajta! Megértetted, Louis? Megértetted? Hogy ne, apa, gonosz állat, igen, az éjszaka teremtménye. Aha, az erdő emberevője, ahogy mondod, apa. Hát, itt ér véget az ösvény. Ha jól ismerem az ösvényt. Márpedig jól ismerem. A kis agancsosok arra lehetnek. Ezúttal biztos? Érzem a szagukat. Éhes vagy? Szereted a palacsintát? Rendben. Mindjárt készen van. Nagyszerű, Jensen! Eltaláltál egy fenyőt! Jensen, talán nem ártan egy kezdőszintű vadásztanfolyamon felfrissíteni a tudásodat. Csak, hogy vannak az én vadászaim? Jó, mama. Szörnyen! Nincsenek szarvasok! Szalamra összeesküvés áldozatai vagyunk. A kormány elveszi az összes szarvast. A kis embernek nem marad. De lefogadom, hogy az elnök minden reggel szarvashús teszik. Micsoda világ! Nézd! Követett! Megtarthatjuk, mama! Ó, kicsi szívem, nem hiszem. De még vadász szezonban nem lehetne csak egy darabig elrejteni. Hát, nagyon aranyos. Ó, ó, itt van apa. Apa, hogy ilyen gyorsan megjöttél? Mi az? Titkoltok valamit? Itt felejtettem az ebédemet. Majd én hozom. Tessék, apa! Óvatosan el, ne is! Gondolom, most elmégy. Ez meg micsoda? Mi? Ez semmi. Így ez kísérlet, barátom. De nem veszem be. Egy kutya van ott, igaz? Igen, úgy van. Ez Grumbat kutyája, Spock. Megkért, hogy ma vigyázzunk rá, mert hát... Mert az allergiás nagybácsa jön hozzájuk látogatóba. Akkor már itt maradhat. Csak vigyétek messze a szobámtól. Nagyon büdös. Ez meleg volt. Talán vissza kéne vinni az erdőbe. Nem. Még 3 napig tart a szarvas szezon, ott lelőnék szegényt. Ez a 2 titka lesz rendben. Persze, amikor az ember még csak 8 éves, könnyebb 1 hétig visszatartani a levegőt, mint egy új házi szarvast eltitkolni. Szia, Louis! Mi újság? Semmi. Szarvasunk van. Mi? Szarvasotok van? Ne viccelj! Hol a kertetekben? Nem veszem be, öreg. Szarvas imádó. Mi a... Anderson, figyelj! Te állatkertet tartasz otthon, vagy mi? Te meg mi a fenéről beszélsz? Valld be, hogy egy szarvast rejtegetsz. Most hívott a fiam. Louis-tól hallotta. Az nem szarvas, az a te kutyád, Spot. Na és ennek a Spotnak van a gancsa is? Ugyan már ezt nem mondta komolyan, eljössz a bálba.
Az nevet, aki utoljára nevet, komám, ha? Ne lőd le, apa. Grunwald kutyája, mi? Sport, mi? Tudod mikor? Ez itt nem más, mint egy észak-amerikai fehér farkú szarvas! Jó szemed van, apa. Miből jöttél rá? Hát, először is ez az állat nem is hasonlít Spotra. Andy, mi ütött beléd? Már megint fejbe vágtak a munkahelyeden egy kulccsal? De hát egy szarvas van Louis ágyában. Engem az se érdekel, ha dél-amerikai lázadók elit alakulatai állomásoznak a nappaliban. Több eszed is lehetne. A házba soha ne hozz betöltött fegyvert, soha! Jó van, igen, igazad van. Megtarthatjuk, apa! Persze, hogy megtartjuk. A divány felett a falon, az agancsát. Jól nézve fért fent, igaz? Ó, nézd már meg! Olyan aranyos, Andy! Ugyan már, emberek! Szarvas szezon van! Azért kell itt tartanunk. Már csak 3 napig, amikor véget ér a vadász szezon, érted? Mi? Hogy én együtt éljek az ellenséggel? Felejtsétek el! De apa, biztosan elveszítette a családját. Te mit tennél, ha elveszítenéd a családodat? Eljárnék egy rumbát! Ne feledd, azt mondtad, hogy ki kell ismerni az ellenséget. Ha 3 napig együtt élsz egy szarvassal, mindent megtudsz róla. Te leszel a legjobb vadász a városban. A gyerekek mindig jól látják. Kérlek, apa! Hogy én mennyi áldozatot hozok a kölykeimért. Rendben, igen! Rendben, maradhat! Igen! Ez igazán nemes döntés volt, Andy. Tudod, hogy mi lesz, ennek híre megy? Ha megtudják, hogy menekült szarvast rejtegetek, habozás nélkül kizárnak a vadászklubból. Ó, biztos, hogy nem zavarja őket. Lefogadom, hogy meg se tudják. Tényleg? Szarvasimádó póló, $5 kettőt kap! Ez az emberkönt ház. Jensen, segíts már, öregem! Add ide azt a botot! Add ide azt a botot! Nem hallod, öregem? Add ide azt a botot! Lelőjük, öregem! A következő 2 nap során apa nem volt hajlandó tudomást tenni a szarvasról. Nem érdekes. Abban reménykedett, hogy ha nem gondol rá, akkor magától elmegy. Ez nem ártana még valami. A szarvas azonban máshogy gondolta. Mi is kellene. Hagyd abba! Én nem dőlök be ennek a Bambi figurának. Engem nem adtam meg a nagy szemeid. Én nem szeretlek téged, Pajti, és te se engem. Úgyhogy maradjunk ennyiben. Mint Stalin és Churchill. Világos? Elég száraz. Szigorúnak kell lenni ezekkel a 4 lábúakkal, bizony. Ez meg mi? Mustár? De hát ez húskrém. Húskrém, ez nem szokás mustár tenni. Mi ez? Menj távolabb a szarvastól, Anderson! Mi? Ez antenna az Isten szerelmére! Elnézést! 1000 bocs, Anderson! Nem most édesem, olvasok. Mondtál valamit? Hé! Az ágyban nincs helye szarvasnak, kifelé! Andy, miért bántod azt a szegény párát? Spot elment! Lássuk csak. Úgy fest, hogy innen indult el az ablaktól. Biztos, Andy? És erre ment, erre a konyhába. Igen. Biztosan a sütimet kereste? Ha jól ismerem a szarvas nyomokat, már pedig jól ismerem, akkor itt kellene... Bingo! Hé, apa, hadd próbálja kegyelméletet, nevezd bolondnak. Rendben, bolond! Andy! De szerintem a hűtőtől indult el, és a nappali szoba ablakához ment. Andy, szerintem Louisnak lehet, hogy igaza van. Ez igazán különös. Mi van reggelire? Még mindig tart a szarvas szezon, apa. Szegény Spotra ott lesz az a rengeteg gonosz vadász.
kegyetlen vadász. Ez a természet törvénye, Louis. Az erősebb marad fent. Ember az állat ellen. Az evolúcióban nem lehet beavatkozni, nem igazságos. Igazságos, és az hol igazságos, hogy 100 puskával felszerelt pasas üldöz egyetlen fegyvertelen szarvast? Hát, elmondom. Ez, figyelj, ugyanakkor, ott, ugyanakkor azonban, édes, segíts már, végem van. Tehát végeredményben neked csak két kezed van. Hová indulsz te, szarvas imádó? Csak elviszem a fiamat sétálni. Van valami kifogásod ellene, Jensen? És hol van az agancsos barátod? A vendégünkre gondolsz, a konyhában. A szendvicset készít, nézd csak meg. Mama, szerintem bevették. Félre, uraim, engedjenek, hadd menjünk a természetbe. Rendben, futás, Louis! Különös, egy órája meg sem moccant. Szerintetek képes ilyen sokáig mozdulatlan maradni, eh? Megyek és megnézem. Tudja, hogy figyeljük. Ez egy türelemjáték. Srácok! Átvertek minket! Indulás! Hát az a jó hír, hogy végre rájöttem a trükkre, hogy hogy lehet a talajon lehallgatni a mozgást. És mi a rossz hír? Hogy legalább 150 vadász tart errefelé. Apa. Menjünk! Apa, nézd! Spock! A fiam és a szarvasa. Milyen megható látvány. Gyere, apa, siess! Hova rohansz? Jól vagy, kicsim? Semmi bajom, de azért jól esik, hogy aggódsz. Legközelebb legalább hagyj egy üzenetet, jó? Hé, írjátok fel egymás címét, és tűnjünk el innen! Fogy az időnk! Erre! Mit látsz, apa? Hát, ez nem valami biztató. Csapdába került. Ilyen csak pesszimisták mondanak. Hát, van innen másik kiút? Nincs. Várjatok egy percet! Senki se! Ismétlem, senki se lövi le Spottot! Mi van? Megőrültél, szarvas? Engem az nem érdekel! A fickó a családunk barátja! Anderson, Anderson! Na is a Feldman vadásztársaság? Ha-ha-ha-ha! Hat embert megtapostak! Hat embert, érted? Rég volt! Tedd túl magad rajta, Jensen! Én nem mozdulok innen! Ha le akarod lőni ezt a szarvast, akkor először engem kell lelőnöd! Hé, ez csak egy szólás, nem kell szó szerint venni! Elég emberek, a szarvas szezon véget ért! Találkozunk jövőre! Jövő ilyenkorig nincs vadászat. Kösz, apa, megmentetted az életét. Nem, olyan semmiség. Tudod, csak azért belegettem össze vele, hogy jövőre én lőhessem le Spottot. Ugye csak vicceltem. Hé, a ti fajtátok nem érti a tréfát? Hé, nálad ez a hála? Viszlát, Spott! Jó, hogy nincs megpatkolva. Ügyes ugrás! Szabad vagy! Menjünk haza, Louis. Gondolom nem emlékszel, merről jöttünk. Attól a naptól fogva apával mindketten szögre akasztottuk a vadászkabátjainkat. Örökre. Vége, Louis. Többé nem lennék képes rálőni egy szarvasra. Miért, apa? Mert rájöttél, hogy a barátaink és nem szabad őket lelőni? Nem. Miután 3 napig együtt éltünk, kiismerte az összes titkomat, a szagomat. Elmondja a haverjainak, ők az övéiknek és mérföldek. Szimatolnak engem. Reménytelen lenne, Louis. Mit szólsz, apa?
ez meg vajon ki lehet? Hé, nézd azt a szemöldököt! Úgy nézek ki, mint Fred McMurray. Louis, gyere ide! Szeretnék elbeszélgetni veled erről a rajzról. Amikor katonát rajzolsz, figyelj oda a pufacsotra, az állkapocsra, meg az elszántságra tekintetében. Láttad már Péter tábornokot? Ha már lerajzolsz, olyannak rajzolj le, karakteresen, vagy ott van Churchill. Ő elég nagy darab volt ugyan, de azért segített megalakítani a háborúban a szövetséget.